egy olyan játékkal játszom, ami már megint nagyon régen volt. De most attól ez megváltozik. Nézzétek meg, és akkor megtudjátok. Egyébként címen is rajta van egyébként, de meg fogjátok tudni, hogy mivel fogok játszani. Ami már nagyon régen volt. Csak nézzétek meg. Semmi más. És persze, ha csinálok szavazást, akkor nyilvánvalóan szavazatok is. Most ez a játék nem lesz benne. Csak most. Most csinálok egyetlen egyet. És az most terül ki. Üdvidekek és szevasztok srácok, ismét visszajövök ez az SBK 16-os játékkal, ami már nagyon régen volt, ugye már előző már mondtam, úgyhogy ismét visszatérek, hát még el is felejtettem, hogy évig első vagyok. Azt hittem azt, hogy valahogy az utolsó környékén, 15, 16 vagy 17-ig, 17-én, de azt szerint halucináltam, de mindegy is, megtörténik az első. Na de ne tegyük akkor inkább a ranglistára, vagy hát a tabellára, úgy mondom, mindegy, hogy bevezzük, de legyen valami. Na, hát évezetek akkor 277 ponttal, tehát a magyar vezet. Utána Ré 205, Van der Maas 180, Giugiaro 168, Szár 166, Davis 117, Hayden 108, Camille 107, Torres kerek 100, Laos 96, Szabadai 76, Forrest 72, Ramos 39, Saúl 37, Guintoli 37, ezek ketten jól szorosan küzdenek egymással. Rejtem meg 35, Abraham 30, Dan James 28, Sebastian 27, Ászolajti és Mitte együtt 15 pont. Ezek is jó csatában vannak. Brokers 11, Várjel 8 és Menki 5. Tehát nincsen nulla pontos. Hát ilyen is ritkán van. És jön az a 8. futam. Misano, Itáli ismét Olaszországban leszünk. Természetesen full fair 15 perc, és ugyebár ha médiumra teszem, akkor elverem a gépet, de hogyha hádra teszem, akkor meg őver engem, őver el engem. Na, azért ki tudom nyögni azért. Na, 15 perc, kemény, hát muszáj keményen nyaknom, mert úgymond nagyon előnyös vagyok, nagyon előnyben vagyok, úgyhogy majd a versenyné, tehát itt majd lejjebb veszem, itt majd médiumnál lesz. Amúgy is alig, ha tudok majd rajtolni, hogyha majd a végénről leszek. Itt fognak majd bekeményülni. Mert free practice egyébként, de nekem ez kvalifikáció lesz. És természetesen mind a kettő kvalifikációt bele fogom venni. És mire nyomok netet? Na, elvileg visszajöttem. Úgyhogy egy hal vissza a 12-es, akkor. Mert... És most elvileg most akkor nagyon érzékenyre teszem ezt az irányítást. A féket azt nem tudtam valahogy beállítani. Az csak egy warningra. Hogy break, így kell fékezni. Látjátok, már jobb. Csak itt én meg hozzá kell szoknom ehhez a nagyon érzékenységre. Kicsit nagyon érzékeltet, ha jól látom. De az a lényeg, hogy jobban kanyarodik, mert azonnal lehajtja a motort, amikor már kanyarodjon. Ennyi azért ne hajj le! Ne hajolj! Ez a kurva érzékelet most meg! Egyébként akar kanyarodni erre, mindjárt lehajtja a fejét. Na nézzétek meg, alig ha mozdítom, már mindjárt lehajol. Váj, azaz, süvezzél egy kicsit. Most meg alig ha kanyarodik, hát jó van. Így nehéz lesz így érzékelni el. Én nem szoktam meg ezt a SVK16-os, most a formális IK14-et. Ha jól tudom, 1.40-es volt a köridő, a másik. Elvileg akkor a 2014 és a 2015-ös SVK
Androidossal, egyébként is ez volt a bajom, ugyanezzel a sensitivity-vel. Hát nem javítok. Egy 40-12 volt, ez meg egy 40-30, hát ez semmi. Egy másodperc, az már jó. Csak nem elég. Jó. Három másodperc, az még mindig nem elég 33-hoz képest, hogy 30, mit tudom én megy ezt. Mert mindig nem jegyzem meg. Lehet, hogy 33 volt. Elvédekel vagy első, vagy utolsó, vagy középpen. Közel utoljétem. Hó, 7 másodperc, az jó lesz. Ez belekevényültem, de nagyon, ez pont jó, hogy háthoz képest. Csak nem így, hogyha rámész a fűre. Egyébként hibátlanul vezettem, így jó ez a sensitivity. Mert azon elkanyagodsz. De verseny inkább leveszem. Jó van! Megkaparítottam az elsőjét! Hát ez komolyan volt, beteg ez a játék. Hát még hardon is elverem őket, hát ilyen nincs. Hát mondom, hogy Tóth a jobb, nem Sevestyén. A Tóth inkább. Vége, kész, ennyi. Az elsőnek rögtek, kész. Volt, hogy 1.33 volt, 1.32. Majdnem egy másodpercet adtam Davisnek. Brutál vagyok én, brutál! Hú, még hardozni szinten is el tudom verni őket. Hát akkor mi tudom, hogy világbajnok leszek itt is motos. Most voltál SBK16-os szinten. Hardos, úr, inkább még nem Ultimate-et rakta be, hát nyilvánvalóan az is, az még jobb lett volna. Mert ez már kicsit gyengeszít, ez is már gyengeszít, hogy ennyi, elverem a játékot én. Na, jöjjön egy kis szület megint, mert jön a reklám. Mit tudom én, mi a fasz? Ez. Nem tudsz mit csinálni, nem tudsz ellépni. Nem tudsz ellépni, hanem viszélyse, ezt kell végignézni állandóan. Na mindegy, vagy jövök majd a következővel. Jön a következő. Csak el kell valahogy jutni ahhoz. Jó, visszajöttem. Lehet egy kicsit késő csináltam. Mert ugye izért kikapcsolt véletlen a telefonon. Vagyis hát, hogy már lefajjott teljesen, és muszáj, hogy kikapcsolom valahogy a telefont. Igaz, hogy a hátlapja már itten nagyon felforrósodott, úgyhogy itt el is kellett valamit, egy kicsit pihentettem, úgyhogy most egy kicsit később fogom majd felrakni ezt a videót, úgyhogy... De nem, se baj! Ilyen baj az! Legalább benne lesz ez is. És most mit csinálok itt a beállításodnál? Már beállítottam. De egyébként ezt a... Én az izére akartam volna, a sensitivity-re. Egyébként nem tudom, hogy melyikre állítsam be. 5-ös, 7-es vagy 10-es, az 5-ös nem jó akkor. De miért mondtam akkor 5-öst? Az, ha az 5-ös, tudom azt, hogy ha az nem jó, akkor azt kirúgom akkor a picsába. A 7-es, 5 van, 6-os, 7-es, 8-os, 9-es, 10-es. Tehát, hogy majd végig, 1-től 10-ig. És nem tudom, hogy melyikre ezt rakjam be, hogy mondd azt, hogy rendesen elkanyarodok. Nem azt, hogy hoppá, már mindjárt is kanyarodok. 1.33.05. Egy kicsivel jobb, de hát amúgy is 1.33-as, én meg 1.32.6-2-t mentem. Úgyhogy nem érdekel. Ezt elverem ezt az időt. Hát még hátra is keményebb vagyok. De ne, hogyha kisebb a sensitivity, akkor nehezebb lesz. Úgyhogy most úgy állítottam be, hogy most egy kicsit... Lehet, hogy ez lesz a jó, az a 7-es.
Már nem vagyok benne biztos. Nézzük csak, az a gyeresség. Hát, ja. Hopp, egy kicsit elhajlik. Hát szerintem az ötös inkább az jobb. De hát az volt egyébként a legrosszabb, mert nem érzékeltem egyébként rendesen. De inkább az ötös lenne jobb. Hát vissza fogom állítani ötösre, és akkor a verseny név viszont meg sima normál lesz a szint. Már ottan lögtek, mint őrült. Itt miért fékezek? Hogyha tudom, hogy szerinted csutka gázzal be lehet venni, akkor ne fékezz. Még jó is az, hogy ezt a Breaking Assistot nem tettem be, csak warningra. Csak ízé, látom azt, hogy a break, akkor már azonnal kell fékezni. Jó, mondjuk egy pár tized késéssel úgyis meg lehet oldani. Valamikor tökéletesen is. Hát ez éppen megcsípel. De hogy nem! 1.32.90, lehetőbb még ezt is meg tudom javítani, mert 1.32.62-t mentem ott az elsőnél. Hát nem szerinted, nem. Nem, lehet, hogy nem ez a körön. De biztos vagy benne, hogy tudok javítani, az biztos. Nem, a nehezebb sensitivity-vel jobb. A könnyű sensitivity-vel, ami nagyon érzékeny, hát az a csutkogázon el lehet venni az izéket. A zajsokat. És ahogy ha vagyunk ott, látjátok? Már csak 12-en vagyunk, most számolt, nem számoltam össze, csak tippeltet, de biztos vagyok benne, hogy ez 12. Hiszen mivel 24-en vagyunk összesen, ezért a fele jut be. Sebességben pont nincs ott. Nincs itt egyébként. Jó, hát ez mindenképpen bukta. 3 másodperc mínusz. Vagy plusz. Itt plusz. Forma 1 is van, hogy olyan, hogy van az, hogy plusz. Meg mínusz, hogyha jó. Itt nem szabadott volna a fékeznem. Körülbelül ez jó lenne ez a kör. Vagy még jobb lenne ez a kör. Ugyanúgy 1 másodperc, de majdnem 1 másodperc lét adnák a valakinek. Majd az előtte a Davisnek adtam majdnem 1 másodpercet, tehát most én meg kap 1 másodpercet. Hát most az a gond az, hogy most Davis most nincs ott a másik helyen, most én van az első helyen. De most már nem sokáig, mert első helyen vagyok. Úgyhogy... De hát elszúrom a kört! Ezt nem szeretett volna rámennem a fűre. Úgyhogy Ray a második, és lehet, hogy Davis lesz a harmadik. Nehezebb sensitivity-vel az izgalmasabb, aha. Már javítok is a körön, látjátok, a minusz, ez piros, és ez pont jó. Forma 1-nél sárga szokott lenni, ha nem jó a kör. És zöld, ha jó. Jó, mondjuk a Forma 1 az más. Az mindegy, hogy van megoldva, de ne szúrod el! Nem hiszem el, nem lehet ezt... Mégis igaz, de így kell ugye nyomni azt, hogy ízé, fel kell emelni a motort. Egy másodpercnél jobb a köridőm. Majdnem lehetett a csutogázba menni, csak egy kicsit el kell venni a gázt. Itt lehet csutogázba menni, itt már nem. És csak is rámegyek erre a szarra. Gyerünk. És rosszabb lett. Hát ilyen nincs. Olyan sebességgel jöttem, hogy már egyből bevettem a kanyart mindenütt. Hát ez nem. Hát ez még régi mögött lennék akkor, 1.33.74-gel. Fék már! Hát ilyen nincs, 1 perc maradt. Vagy csak most kezdődik a 2 másodperces vizé. Csata! Na!
Engedjetek el! Jó, rendben. De menj már, lápsz! Love is izével. Na, ne kapkodd el. Mennyi volt? Nem láttam, na mindegy. Nem, vagy az a lényeg, hogy piros volt, azt már láttam, hogy az piros. Sicsuszka gáz. Kicsit elengedtem a gázt, egy jó volt. A másodiknál kell majd ezért kanyarodni. De megint rossz, hát ilyen nincs. Mit rontok el? Utána fékezek és oda el. Elmegyek, átvágtam. Ezt is átvágom, kész. Most milyen lesz? Szarabit volt. És éppen, hogy ré mögé érkezzék. És jó, ez elment megint. Hát, hogy rohadjon el, ez a szerzőit érzeket nagyon nem jó. Jó, van be a falba, kész, ennyi volt. Nem tudok javítani, kész, ennyi volt. Nem. Lényeg meg majdnem adtam volna egy egymás, ez nem volt még egy másodperc sem, nem hogy még több. Szedné kevesebb volt. Na mindegy. Hova Davis? A hatodik helyen a második izé versenyre Davis lesz akkor a hatodik. És ő pedig a hetes számú. Tehát még nem a hetedikről indul akkor. Na mindegy. És erre rámegyek a fülre és nem lassul le. Jó, mondjuk, amely kanyar van, de így se úgy se lassult le, azt láttátok. Nem az, hogy jöjjön, hanem az, hogy és akkor így kanyarodik van minden, jól van. Hát se a fű, fűvön van. Hát, nem törődik. Jó. Hát ez már legalább milliószor nem a fűre, és aztán nem lassult le. Hát, jó, mondjuk, ilyen gép téhető. Simán rámehet a fűre, és akkor nem üzélhet ki. Egyébként ezt is meg lehetne oldani, azt, hogy inkább az AI is lemehessen a fűre, és akkor ott lassulhat le. Ez is egyébként kéne rá gondolni. Nem csak az izének a versenyzőnek, aki játszik ezzel. Ez itt egy szuper hód. Na. Az a lényeg, hogy bent vagyunk. Mind a kettő első hely, és akkor jöhet akkor majd a verseny. És megint ez a szar. És meddig kell ezt nézzem, komolyan mondom. Hát most nem viszem el komolyan. De az a lényeg, hogy most jó, akkor most mindegy, ezt most eltűnik, kész. Lenni mitom. Nem kell ez. Na, ez jó, tetszett, akkor dobjatok lájkot és iratkozzatok fel. Mindenképpen azon leszek azt, hogy töltsek fel videót, de hogyha meg akarjátok szavazni, hogy live legyen, akkor természetesen, hogy live lesz. És akkor természetesen ez a videó fel fog kerülni. És mivel jön majd a nyár, és akkor ki fog jönni akkor a SBK 17 is akkor. Akkor nekem ezt muszáj akkor kimennem, akkor ez nem kell megszavazni. Azonnal jönni fog majd a verseny is. Ezután lehet, nem biztos, de akkor is azonnal mindenképpen azon leszek azt, hogy feltöltsem még a versenyt is. Hát, hogyha belefér a tárhelybe például. Mert nem könnyű feltölteni egyszerre két videót fel a YouTube-ra, hanem inkább külön-külön inkább úgy csinálom. Tehát ez a videó fel fog menni, és akkor utána majd jön majd a verseny. De nem biztos az, hogy bele fog férni ebbe az egy napba, de mindegy, a próba szerencse azért. Na, ha tetszett, like, sub, és tudjátok, miért ne legyen a like-et, de leginkább a feliratkozásért, subén, oké, elmondtuk a mottót, kész. Ez hát az én mottom ez, úgyhogy ennyi volt, köszönjük szépen az, hogy itt voltatok, legyen szépen, szervusok, sziasztok!